Szervusztok, srácok! Folytassuk a Zips Café nevezetű játékot a Csirkekopók alkotóitól. Három napból áll a játék, három ingame napból, és az első már túl vagyunk, és a másodikba is már belekezdtünk. Aki esetleg lemaradt volna, hogy mi ez pontosan, egy bárt üzemeltetünk, egy kávézót üzemeltetünk. Emberek térnek be, rendelnek italt, ételt, és közben cseverészhetünk velük. A főszereplőnk pedig vele már találkozhatunk a Csirkekopók első részéből, a második rész pedig készülőben. Az igazság fáj. Már jövőre megkezdődhetnek a béketárgyalások. A hőn állított béketárgyalások a Clovil gyarmatbirodalom, és a nagy történelmi nemezis, Stovonia között úgy tűnik végre valósággá válhat. Talán már jövőre megkezdődhetnek a béketárgyalások, amivel kapcsolatban már most elkezdték az előzetes egyeztetéseket. Ki lehet a titokzatos fehér ruhás nő? Ez a kérdés borzolja a kedélyeket a királyi udvarban, és szerte Clovilben. Tetszik ez a kutyus. Tudja, kedves Zip? Igen, drága. Mostanában egészen újnak érzem magam, mintha csak kicseréltek volna, vagy most keltem volna ki a bábomból. Ezt jó hallani. És hogy történetem valami? Hát, az igazat megvalva, mostanában sokat találkozok valakivel. Úgy értem, szinte minden nap. Ugye ezen már mi túl vagyunk, de... Nézzük meg még egyszer. Ó, valakivel, aki megnevettet és mindig kedves velem, tudja? És úgy érzem, régóta csak erre vágytam. Hát, képzelje csak, én is hasonló helyzetben vagyok. Tényleg? Ó, de jó ezt hallani. Tudja, Zip, azért van valami, ami mégis belerondít ebbe a képbe. Valóban? Mondja csak el, kedvesem. Hát tudja, akiről beszéltem, ő nem olyan, mint én. Ő nem rovar. Ráadásul neki még van egy sötét oldala? Maga, mintha mindig tudná, mire gondolok, nem igaz? De igen, sötét oldala. Valami olyasmi. Hát, kedves Melinda, ha az életben megtanultam valamit, az ez. Mindig kövesse a szívét. Budán hangzik, de tudom, akármit is mond az esze. Ha nem követi azt, amit a szíve diktál, egész életében azon gondolkodik majd. Mi lett volna, ha? Érti? És az sosem jó. Én már csak tudom. Az én életem tele van, mi lett volna, ha emlékekkel. Ó, tényleg? Nem is tudtam. Néha úgy érzem, az egész életem egy mi lett volna, ha? Jaj, ne mondjon ilyet, Zip, kérem. Nem akartam elrontani a kedvét, kedvesem, sőt... Tudja mit? Igaza van, hallgatni fogok a szívemre. Nagyon helyes. Az pedig, hogy maga... Hogy rovar vagyok. Igen, szóval, hogy sose érdekelje. Persze tudom, ezt nekem könnyű mondani, de higgy el, ha elfogadjuk a korlátokat, amit mások állítanak nekünk, valójában magunkat börtönözzük be. Szőrös egek! Micsoda demagóg bugyutaságokat hordok itt össze, mintha tudnám, hogy miről beszélek. Ne haragudjon, kérem. Nem, Zip, nagyon is igaza van. Túlságosan is, maga egy csoda. Mondtam már? Hát, ezt egész életedben elhallgatnám, kedves Melinda. Nekem most mennem kell sajnos, de köszönöm. Tényleg, és nem sokára újra látjuk egymást. Már alig várom. Viszlát, Zip. Viszlát. Remélem, nem sokára újra látom. Hé, az én legjobb barátom, Zipi. Lehetne úgy mondani is, hogy... mindjárt meglátjátok. Nem mit, ha örülnék, hogy látlak, Mik, de nem úgy volt, hogy csak holnap kell választ adnom? Ne szarj be, Zipi, tesem, most kivételesen nem üzleti ügybe jöttem. Mert egyébként te ezt üzletnek nevezed? Ne légy ilyen savanyú, csak azért vagyok itt, mert a tiéd a környék legjobb kis csehója. Ez nem csehó. Úgyis jó. Szóval, éhes vagyok és szomjas. Akkor hadd szóljon. Mi kéne, Mik? Na lássuk, mit ördöglik a légy, ha lehet itt ilyet mondani.
Nem, nem lehet Mick. Ugye, mert hogy Roar. Értitek? Mit ördöglik a légy? Na nézzük. Dobd meg egy karamell általi halállal, Zipi, és tudod, legyen benne az én kis titkos adalékom is. Ezt általában nők iszák, de felőlem... Haha, na sürögjél inkább, ne a szádat jártasd. Jól van, nem kell így harapni. Tényleg, harapni valamit? Na ne, figyelj már, miféle műhúst használsz ezekben a kajákban? Amit lassan már mindenki, Mick. Mítet. Helyes. Nagyon helyezzük. Ezt most miért mondtad? Mi? Amit, hogy... Mi? Nem, semmi. Dobd meg egy extra hús a szenyával, oké? Oké, és Mick, meg lesz. És ne legyen benne fokhagyma, oké? Bármit is csinálsz. Ja? És ne legyen benne fokhagyma, oké? Bármit is csinálsz, soha ne tegyél fokhagymát az ételemben. Hé, oké, nem kell így felkapni a vizet. Nincs fokhagyma, értem. Ahogy akarod, Mick. Na. Let's make something special. Azt mondja, hogy karamella általi halál. Gyorsan följegyezzük magunknak itt a dolgokat. Jó, szóval bögre. Örülök amúgy, hogy tetszett nektek, srácok, ez a game. Szóval kell egy espresszó. És kell egy hosszú kávé. Így van. És akkor 3 szórás karamell, 1 szórás kakaó, 2 csöpp tej, jól megkeverve. Tehát 3 karamell, 1 szórás kakaó, 2 csöpp tej, macska menta, mint egy macska gyökér, nice. Fun fact, a mandrill a világ legszínesebb emlőse, és a legritkább szín a természetben a lila. Köszi az infót. Ezt nem tudtam. Jó, hát ez megvan. Zipi, drága barátom, ez annyira mesteri volt, hogy nagyon sajnálnám, ha egyszer csak nem állna itt tovább ez a csehó. Ez nem csehó, és megint elfelejtett, honnan jövök? Leperegnek rólam ezek a burkolt fenyegetések. Igazad van, bocsánat, mindig elfelejtem, hogy annak idején te voltál a világ legsimmisebb alakja. Azért versenyben voltak még páran. Az is igaz, csak nem rám gondoltál. Nem, Mick. Let's see. Húst hússal, szendvics. Azt mondja, hogy kell neki egy pirítós, virsli, löncs és saláta, és tálalni kell. Jó, tehát akkor... Serpenyő, tehát 3 serpenyő kell nekünk. Az egyikbe zsír kell. Zsír, tehát fett. Aztán abba kell 2 szelet kenyér.
két szelet kenyér. Aztán kell egy olyan is, amiben olaj van. És abba két szel virslé. Aztán olaj és löncs. Löncs és salátalevél. Hát ezt nem, akkor külön kell ezt csinálni. De nem is oda tettem. Ez fura. Én azt hittem, hogy lehet együtt. Igazából valószínűleg így is jó lesz. Jó, és akkor ezzel megvagyunk. Tálalás. Díszítés. 2 szóriás só, 1 szóriás zöld fűszer és 1 csöpp fűszeres olaj. Szóval zöld fűszerből 1 szórás, sóból 2, és fűszeres olaj is kell. Fűszeres olaj, azaz. Na nézzük. Húst hússal szendvics. Nagyon elégedett. Ez az. Látod, erről beszélek. Ebbe vagy te jó, Zip. Sose csinálj mást. Nem is terveztem, Mick. Szerintem komoly karriered lehetne egy bevárosi kifűzdében is. Komolyan mondom. Micsoda kilátások. Viccen kívül, ha már úgyis el kell adnod ezt a lepújt. Ki mondta, hogy el fogom adni, Mick? Csak éreted magad, mint a nők, akikkel dolgom volt. Foggal körömmel, aztán a végén úgyis megkapom, amit akarok. Ha minden nőt foggal körömmel kéreti magát, még akkor valamit nem jól csinálsz. Hát, mire célzol, Zip? Semmire. Már azon kívül, hogyha nem lennél ekkora rohadék, még akár találnál is magadnak valakit. Ne húzz ki a gyufát, Zip. Nagyon nem vagy abban a helyzetben. Tényleg? Hát, nem igazán érdekel. Pedig jobban tennéd, ha érdekelnál. Hol hajtad azt a jól megtervett marhádat? Ja, a Sándor. Valamilyen elintézni valójakat, én meg kimenőt adtam neki. Tudod, néha kell egy kicsit engedni. Én pedig nagyon barátságos egy úr vagyok. Képzelem. De ne aggódj miatta, nem veszik el. Valakit azért ráállítottam. Te figyelted a saját embereidet? Csak egy kis egészséges paranoia. Tudod, ez a fiú egy egyegyesség miatt van velem. Nem hinném, hogy 100%-ig lojális lenne. Legalábbis még. Aha, hát biztosan az lesz, aki szúrja, hogy követik. Az a barom, de hogy szúrja ki? Teljesen elvette az eszét valami kis nőske. Az Orrahegyéig se lát. Egy nő? Ja, bizony. Mindig a nők, mi? Aha. Na figyelj, én nem is tartalak fel. Jaj, kérlek, ne menj! Nagyon vicces. Holnap lesz nálam valami, ami kelleni fog neked. Vagy inkább úgy fogalmaznék. Jobb lesz, ha kelleni fog. Hát, azt majd én eldöntöm, Mick. Csak forogjanak gyorsan azok a kerekek, Zip. Holnap, és ne tovább. Sajnos nem tudok várni. A biznisz csak nő, és nekem kell tartanom ki... Nekem tartanom kell vele a lépést, ugye megérted? Aha, hát figyelj, Mick, holnap várni foglak, ahogy ígértem. De ennyit ígéretek, más nem. Oké, csak jegyezd meg, Zip. Mi itt leszünk, és nem óhajtunk távozni. Szóval jobb, ha békében vagyunk, ha érted, mire gondolok. És aludd ki magad, Zip. Hosszasan, nyugodtan. Holnap tudni fogod, mit kell majd tenned.
Hát ebben én is biztos vagyok. Seggfej. Na. Itt van Frank is. Már ennyi is az idő? Sűrű napok gyorsan telnek, Zip. Bölcs szava. Csak nem Caston Davis. Nem, csak félkarú Frank Castellini. Könyvet kéne írnod. Naha, szerintem is. De a magánnyomozós idő jobban fizet. Magánnyomozósdi jobban fizet. Mondjuk nem sokkal, bár mostanság nem panaszkodok. Feltűnően sok az új ügy, és mind hasonló. No, mesélj, énekelok egy jó kis pletykáért. Nem tudom, Zip, de valami bűzlik a kaptárban. Úgy értem a szokásos bűzön felül. Hát, Mik és a bandája csúnyán belerondított a dolgokba, mi? Igen, de nem csak ők. Az öreg Zendaya is és egyre sötétebb ügyletekbe keveredik. Pedig ő eddig betartotta a határokat. Már hogy a pókirálynő? Ő nagysága személyesen. A kis balékból nagy balék lettek. Engem ez csak közvetetten érint. Viszont egyre több a szőrén szállán eltűnt rovar. Valóban? Csak úgy felszívódnak? Teljesen nyomtanul, mintha a fény nyelni el őket, és sokan a szeretteik közül végső kétségbeesésükben már hozzám fordulnak segítségért. Hát, akkor tényleg kétségbe lehetnek esve? Barom. Mondjuk, igazad van. Na látod, de mielőtt folytatnád, mondd, mit adhatok? Na igen, na nézzük csak. Frank már megint valami olyan batenyerelt, ami könnyedén keresztbe lenyeleti őt. Már teljesen szétszáradtam belülről. Kell valami nagyon, nagyon nagy és sötét, és cukros és mézes. Olyan biztosan lesz. Még valami? Semmi különös, csak úgy kérném, ahogy szoktam. És esetleg szóratnál bele egy kis fahéjat is. Vettem, hát ezt halva neked aztán nem semmi napod lehetett. Ezt a rendelésemből meg tudod állapítani? Na ne, anyám kávéból jósló boszorkány volt. Tudom, hogy hazudsz, de azért mégis el tudnám hinni. Hidd is el, bács szóra így volt. Aha, oké, Zip. Let's see. A mi ember hányása, egy jó kis hányást fogunk kotyvasztani, srácok. Azt mondja, hogy bögre. Teli tartály. Kávé. Megőröljük. Beletöltjük. És ez most egy szuper lesz. Ilyet még eddig nem csináltunk. És akkor kell szórás karamell, 3 csöpp méz, 2 szórás virágpor és nincs keverés. Valamint 4 cukor és egy fahéj is. Kezdjünk a végéről. Tehát fahéj, 4 cukor, 4 virágpor. Három csöpp méz. És egy szórás karamell. Karamell. Yeah, nagyon elégedett. That's the way you do it. Szóval, mi is volt ez? A mi ember hányása a neve, igazi sláger a kaptárbériek között. Ó, hát akkor ebbe beletrafáltam. Csak erősíted a statisztikát, öreg. Nem szeretek statisztikai adat lenni, de akárhogy is, Zip, ez fantasztikus volt. Közpajtás. Csak óvatosan, öreg barátom. Aki a kaptármocskában kutakodik, könnyen ő is a részévé válhat. Szóval, eltűnnek a rovarok, mi? Ja, és közben Mik meg a bandája bevette magát a kaptár szívébe, és onnan rohasztja szét. Nem is tudom, Zip, szörnyű előérzetem van. Hát,
srác, mégis mindenféle kriptikus szarságot fecseget itt nekem, az elkerülhetetlen lázadásról, meg lángoló városról vizionál. Hát, tudod, Zip, akármennyire is nem szeretem bevallani, ebben igaza lehet. Hogy érted? Hát, a kaptár manapság olyan, mint egy halomteri benzines kanna, aminek a tetejében Clouville királya ül, egy-egy gyűhülye, aki éppen egy gyufával játszik. Micsoda kép. Ja, és közben a Westland Mafia Birodalom felbomlása után az egy nagy bandából sok kis banda lett. Sok olyan, mint Mickey is. Nem is tudom, előtte volt-e jobb, vagy utána. De az tény, hogy lőporszakban a levegőben. Franc, így akarjon az ember békés új életet kezdeni, mi? Hát, lehetetlen küldetésnek hangzik, de... Tudod, Zip, ha valaki, te mindig meg tudtad látni az élet naposabb oldalát. De az élet habosabb oldalát. Tényleg? Lárvakorom óta így ismerlek. Hát, tudod, Frank, én meg úgy érzem, az a Zip már a múlté. Én pedig megöregedtem. Úgy értem, régen nem kötöttem kompromisszumokat. Mire gondolsz? Nem is tudom. Nyugi fajtás, ezer éve ismerjük egymást. Szóval Mick nyíltan megfenyegetett, ide jár a nyakamra egy táskányi pénzzel, a hely kell neki. Nem tudom mire, de nem is érdekel. És tudod, régen küzdöttem volna, foggal körömmel, ha bele is döglök. De tudod, manapság megöregedtünk. Meg? De én nem hiszem, Zip. Mármint micsodát? Hogy tényleg így érzel? Szerintem csak sajnáltatod magad. Sok szarságot elkövettél a múltba, igaz? Igaz. Én is elkövettem, de tudod, ha valaki te bebizonyítottad, hogy mindenki képes megváltozni, legyen állat vagy rovar, viszont egy valami nem változik, az pedig a létünk lényege, az iránytű, ami a szívünkbe van és a helyes utat mutatja. A nagy vadakra, pedig nem is tettem viszkit a kávédba. Barom. Azért, kösz, Frank, halandzsa az egész, de tudod, azért jól esett. Mire vannak a jó barátok, nem igaz? Ha már itt tartunk, van nekem egy másik, kvázi barátom. Mondjuk inkább nem az, de mégis segítenék neki valamiben. Igen, már szép tőled. Illetve te segítenél. Hogy mondod? Mózes egy igazi jelenség, mintha a múlt század poros maradványa lenne. De azt mondják, a maga módján zseniális elme, csak túl balés és bogaras, hogy valaha is csúcs nyomozó legyen belőle. Uraim? Hé, öreg róka, éppen rólad beszéltünk. Ja, hogy úgy? Ismered Mózest, Frank? Csak futólag. Hello, Windflower nyomozó. Üdvözlöm, Mr. Castellini. Na, ennyire azért nem kell formálisnak lenni. Ha ön is úgy látja, Frank, akkor hívjon csak Mózesnek. Rendben. Na ez a beszéd. Hogy össze is melegedtünk, nem? Na akkor, ki mit kér? Mózes valami jó setét? Sötétet és erőset? Frank, még egy kávét? Meg kell adni, csodálom az elszántságát. Ha nem lenne muszáj, nem húznék újat Mickkel és a bandájával. Jó. Ezúttal csak egy tehet kérnék. Lep meg vele, Zip. Legyen gyümölcsös és édes. És erős is. Értettem. Te a gyümölcsös, édes és erős. Megoldjuk. Jó. Frank. Az én óriás kávém megtette a hatását, de ha már itt ragadtam, harapnék valamit, mondjuk egy dupla palacsintás pofont, ha csinálná nekem extra lekvára, meg lesz fajtás. Let's make something special. Let's make something special. Narancs naplemente. Na. Szia, Exo, szavasz. Bocsánat, szavasz. Elnézést. Szóval karamellateam. Aha. Hát mindjárt kitaláljuk, hogy hogy kell csinálni. Hát nem így. Persze, hogy nem jó, srácok. Hát persze, hogy nem jó. Hát kell a bögre. Mondjuk inkább oda. És akkor... hát gondolom így lesz a tea.
karamella tea, egy csöpp narancslével, háromszorás nátszukor és kétszorás virágpor. Na, akkor ehhez átmegyünk ide. És akkor kell narancslé. Háromszorás nátszukor, ned cukor. Az lesz az. És kettőszórás virágpor. Virágpor, kettőszórás. Nagyon jó. Yeah, tökéletes. That's the way you do it. Hát ez. Ajaj. Ez valami fantasztikusan sikerült, Zip, őszinte elismerésem. Fú, azt hittem elrontottam, de örülök, hogy ezt hallom, és köszi. Jó? Let's make something special. Dupla palacsintás pofom. Tehát kettő palacsinta, és az egyik csoki szirup, a másik lekváros, és kellenek díszítő virágok, meg kell még lekvár is. Szervusz, Anadrena. Na, egy pali, még egy pali. Kell olaj. Olaj. És... azt mondja, hogy palacsinta keverék. Aha. Ó, ez tönkre ment közben. Kicsit olajos lesz, semmi gond. Mi így szeretjük. Szóval kiveszünk az egyiket. Arra kérünk csoki szirupot. Csoki szirup. Az kakaó. Csoki szirup. Az. Az nem az. Csoki szirup. Ti látjátok a csoki szirupot? A virágok meg lesznek. Lekvár. Macska gyökér. Szalmapor. Fokhagyma, bors. Kakaó. Ketchup. Virágok. Hát az a helyzet, hogy én nem vágom, hogy most... Nem oda, de hova teszed? Na, perülönös! Lehet csinálni kell kakaóból és egyéb dolgokból. Aha, lehet amúgy a vélde. Olaj. Kész. Na szóval. Azt végül is amúgy jó helyre rakta, mert ugye arra két lekvár kell. És még egyet. Úgy. Kellenek oda virágok. És kell a csoki szirup. Hát... jó, rárakjuk a kakaót. Hát ez amúgy olyannak tűnik, mint ami jó. Tehát akkor valószínűleg a kakaó egyenlő csoki szirup. A receptkönyv nem működik, sajna.
Szerintem amúgy ennyi. Tehát a kakaó az valószínűleg a csoki szirup. Ja. Yeah, that's the way you do it. Azt a büdös, szőrös, tollas, kitines mindenségit neki zip. Ő, ilyen rossz lett? Még soha nem ettem ilyen jót. Kösz, öreg barátom, de azért ne túlozzunk, még elpirulok a szőröm alatt. Jó. Szóval, miért is vagyunk itt mind a hárman egy időben? Nem puszta véletlen, Frank. Nem most keltem ki a lárva állapotból, Zip. Ezt te hoztad össze, igaz? Micsoda? Dehogy? Igen, ő volt, de én kértem meg rá. Segítség kellene. Nocsak, nocsak. A Clovilli rendőrség híres nyomozója segítséget kér egy egyszerű rovartól. Mi több egy magánhekustól? Azért nem olyan nagy ügy ez. Nem-e? Mindjárt ki is töltök egy lottószelvényt, vagy talán itt a világ vége? Hát, jól van. Értem és meg is érdemlem. Mi csak akkor jövünk hozzátok csúszalmászal, amikor segítség kell. Ezt akartad hallani, Frank? Ha kinyílnak egy rovart és a hulláját egy szemetes kukába dobják, akkor nem jöttök. Amikor az anyák titokban lárváikat árulják a sikátorban, ha ti fajtátoknak, nem jöttök. Amikor a rovarok a saját karjukat vágják le, hogy eladják a fekete piacon, nem jöttök. De amikor segítség kell, mert egyedül nem boldogoltak, akkor varázsütésre mindjárt kedvesek és alázatosak vagytok, igaz? Igen, pontosan így. Na jó, nem mondom, hogy benne vagyok, de ne sírd el. De sírd el, mi kell, Mózes? Be kell jutnod a kaptárba. Be kell jutatnod a kaptárba. Aztán az volt odaira. Ha! Miha? Magadra néztél te mostanában? Úgy nézel ki, mint egy múlt századi divatlapról. Mintha egy múlt századi divatlapról léptél volna le. A szőröd frissen fésült és szantálfa illatú. Egy percig nem bírnád azon a helyen. Élvezhetnének szét. És lenne is okuk rá. Valahogy el kell csőpnem miket. Nem érdekel a szétszednek miatta. Aha, csak nem valami személyes ügy. Személyes. Nem. Vagyis... Nem a szokásos értelemben. Számomra minden személyes, ami a törvény ellen megy. Ezért vagyok jó abban, amit csinálok. Ez a mottom. Tedd személyesen, tedd személyessé. Nagyon hangzatos. Van valami javaslatod, Frank? Vagy csak szarkasztikus pufogás ötelik tőled? De mégiscsak töviről hegyre ismered a kaptárt. És most már még dolgaiba is jobban belelátsz, mint mi? Nagyon ritkán vagy van egyedül, szinte soha. Ugyabban mindig vele van az egyik verőembere. Egy ház méretű barom. Marha. Az. Tudjátok, fiúk, lehet, hogy megőrültem, de... Igen, Zip. Talán van egy ötletem, de az kell hozzá, hogy bízzatok bennem. Miről van szó, Zip? A kezetekre játszom minket, és egyedül lesz, és sebezhető. Holnap, de csak akkor, ha nem kérdezitek a miértet és a hogyant. Ez nem így megy, Zip. Én rendőrnyomozó vagyok. Egy kiszolgáltatott rendőrnyomozó, kell a segítségem vagy sem? Te is kiszedheted a majomból, amit akarsz, Frank, és te is megkapod, amit akarsz, Mózes. Mindenki nyer. Ez túl jól hangzik, hogy igaz legyen. Pedig az lehet. Ha segítetek, holnap térj be a szokott időbe, Frank, de előbb kicsit szimatolj még mik körül. Mégis mit akarsz tudni? Egy szó, Frank. Fokhagyma. Fokhagyma? Az. Ha igazam lesz, ez a kulcs, hogy mindnek kapjuk, amit akarunk. Hát jó, Zip, fokhagyma. Holnap gyere be a szokott időbe, Frank. Ha úgy van, ahogy gondolom, és azt mondod, amit hallani akarok, mi nyertünk. És ha nem, hát akkor improvizálni fogunk, de azt ne akarjátok, mert csúnya lesz. Nem tetszik ez nekem, Zip. Nekem sem. Végre valamiben egyetértetek. Mózes, holnap 10 óra pontba. Nekés, és most húzzátok el a csíkot. Hogy? Jó. Jó estét. Hello, nagyfiú, az uraképen mennek, mit adhatok? Csak még valami, Zip. Miért csinálod ezt? Hát, talán csak unatkozom. Na ja. Esküszöm, sajnálom ezt a barmot. Nem tudom miért. Soha se bírtam az ilyen anyámasszony katonája típusú tuskókat, de ebben a kölyökben van valami. Valami szerethető. Vagy csak öreg vagyok és kezdek szentimentális hülye lenni.
Azt mondta, jöjjek egyedül megint. Mr. Zippes, itt vagyok. Csak semmi miszterezés, mondtam már. Igenis. Figyelj, nagyfiú, míg itt járt, és azt mondta, valakit rád állított. Rám? Bizonyám. Ja, az kicsi Bobby lesz. Azt hittem, a saját szakállára kémkedik. Egy kis enyveskezű kis mocsok. Épp az imént kentem fel a falra, szóval elment. Mi az? Nem is tudom. Kellemesen csalódtam benned, fiú. Hát mégis van vér a pucádban? Hát, nem tudom. Gondolom. Na ide figyelj. Te kigondolta... Talán kigondoltam valamit, de ha már itt vagy, és én teszek neked szívességet, rendelj is valamit, nem jó téteményekből élek, tudod? Á, igen, persze, mindenképp, lássuk csak. Félek, ha félre megy, amit tervezek, baj esett a fiúnak. Komoly. Nagyon komoly baja. Egy narancs naplementeteát szeretnék kérni, és... Igen. Kérhetnénk bele egy kis extra szalmaport? Persze, fiú, hát hogyne? Narancs naplemente és extra szalmapor. Köszönöm. Let's see. Na, zapszalmapor. Szóval kell nekünk bögrem. Bögrem. És karamellatea. Tessék, még egy kis vizet öntött, meg még egyet. Hát szerintem nem szóltak érte, hogy kevés a víz a bögrében, szóval most teletöltöttük. Kell egy csöpp narancslé. 3 szórás nád cukor, 2 szórás virágpor. Virágporból 2 szórás, nád cukorból 3. És egy zapszalmapor. Kész. Nagyon jó. Ez igazán fantasztikus lett, Mr. Zip. Köszönöm. Ugyan nem, te semmit kölyök. Jó. Szóval, öcskös, mégis mit terveztél, ha sikerül lelépned, mik elől? Hát, ami biztos, hogy elhagyom a várost, már vettem is 2 jegyet a Clovilly Expressre. 2? Igen, nem egyedül megyek vissza a szíve... Nem egyedül megyek, viszem a szívem hölgyét is. Aha, szerencsés egy bigá. Szerintem már tudjuk, hogy ki az. A sötét múltal a bikára gondolt, nem ránk. Szeretném azt remélni, hogy igen. És mégis hová? Már hogy a vonattal? Gondolom nem Stovonia a célpont. A jegyek Aviriáig szólnak. A madarak országa? Há? És miért pont oda? Tudja, arrafelé nagyon jól bánnak a rovarokkal. A rovarokkal? Igen, tudja, a lány, akiről szó van, egy kedves virágáros lány, akit a kaptárba ismertem meg. Úgy hívják. Tudom, hogy hívják, sőt, ismerem is őt, öcskös, minden nap betér ide. Tudom, igazából ezért erősködtem, hogy mi kell többször bejárjuk ezt a környéket, mert Melinda mindig vissza-vissza jár ide. Végül ezért tetszett meg Micknek ez a hely, és ezért értünk. Micsoda? Mi? Én valami rosszat mondtam? Szóval te hoztad rám Micket? Miattad kell neki ez a csehó? Én nem, vagyis nem akartam. Csak azért, mert megmoccant a gatyádba valami, most nekem kell birkóznom ezzel a szarsággal. Hát ezt nem hiszem el. Én... Te mi? Én... Sajnálom. Ezt nem hiszem el, egy barom vagyok. És akkor szóval már nem is segít nekem? A nyomorúságos életed végig jönni fogsz nekem egyel, érted? Értettem. Semmi gond, megszoktam már ezt a fajta beszédet. Mi? Tudja a fenyegetést? Hozzászoktam, uram. Le tudom nyelni. Szőrösegek.
Nem, én nem úgy mondtam, oké, csak az adósom vagy és kész. Valószínűleg soha többé nem látjuk majd egymást, szóval emiatt ne aggódj. Értettem. Na jó, szóval a tervem még kialakulóban van, de azt hiszem megoldottam a problémád. Tényleg? Na azt hiszem igen. Mit kell tennem? Semmit az égvilágon, csak legyél itt holnap. Még 8 óra előtt és egyedül. Nem tudom hogyan, de old meg. Ha ez sikerül, onnan a többit én intézem, és nem lesz gondod, mi kell. Amíg elhagyod a várost. Úgy érti, elhagyjuk. Igen, persze, hogy úgy értettem. Szóval, mindent értettél? Holnap itt leszek, legkésőbb 7:30-ra, egyedül. Bizonyosodj meg róla, hogy nem követtek. Ha megint rád állít valakit, Mick, intézd el. Intő, úgy lesz. Helyes. Most pedig menj. Nincs valami jó hangulatom, valami elrontotta a gyomromat. Köszönöm, Zip. Ne? Mi? Mindent. Köszönök. Hajd a fenébe kölyök. Csak azt akarom, hogy kikeveredj ebből a szarból, oké? Voltam azon az oldalon, és nem kívánom senkinek. Ennyi és semmi több, oké? Értettem. Akkor... Ó, igen, már megyek is. Viszlát, öcskös. Melinda és ez a mamlasz. Na, mégis mit gondoltam? Hogy ő is én, barom vagy Zip. Ideje elmosogatni és bezárni a boltot. Na, azt mondja, hogy kesszű. Víz. Nyugi sáncok, most nem teszünk bele annyi mosószert. Mit művelsz? Mibe kevered magad? Arról volt szó, hogy mostantól vége. Meghúzod magad, kerülöd a bajt. Megváltozol. És egyszer, és mindenkorra. De mégis mit tehetnék? Az a mocsok Mick a nyakamon. Nem fogom eladni a helyet. Amit most sikerül csak kipofoznom. Nem is tudnék mit kezdeni a pénzzel. És egyébként is, másom sincs csak ez a hely. És Melinda, aki nem engem szeret. Hát persze, hogy nem. Mit is képzeltem? Francba Zip, most már végig kell csinálnod. Ahogy a jó anyuskám mondta mindig, na akárhogy is lesz, úgy lesz. A kávénak folynia kell. A második nap véget ért. Harmadik nap. Árulás és szerelem Zip kávézójában. Ah, hát eljött a nagy nap. Pont ugyanolyan nyomorultnak tűnik, mint a többi. De nagy levegő. Lesz ez még rosszabb. És ha minden jól megy, talán jobb is. A legendás zsarupáros, azaz a csirkekopók most úgy tűnik egy komoly perrel találhatják szembe magukat. A csoportos polgári perben a két kakas többek között gyújtogatással, garázdasággal és parancs nélküli házkutatással is vádolják, amiket legutóbbi ügyük felgöngyölítése alatt a rendőrség tudta és engedélye nélkül követtek el. Az új egységegyháza futótűzként terjed a városban. A nemrég alapított egyház tanai rendkívül népszerűek, főképp a szegényebb rétegek körében. De egyre többször látnak magasrangú politikusok és az uralkodó osztály bizonyos tagjait is a gyűléseiken. Sokan szektának titulálják a csoportot, aminek a legtitokzatosabb oldala az, hogy senki se tudja valójában, kik állnak mögötte. Nyóságoságek. Ha lehetséges, ma még szebbnek látom, mint bármikor. Franc, szedd össze magad, Zip! Szép estét, Zip! Drága Melinda, annyira örülök, hogy látom. Maga nagyon kedves, Zip, én pedig nagyon izgatott vagyok. Na, hogyha megkérdezhetem. Tudja, a fiú, akiről korábban beszéltem? Igen, tudom.
Ma este talán végre sikerül megszöltnünk innen, és elhagyjuk Clovilt és mindent, amit képvisel. Én nagyon örülök maguknak, kedves. Tényleg. Maga egy aranyszívű állat, mondták már? Még hasonló se, kedves. Jaj, úgy érzem, repülni tudnék. Milyen szép szárnyakkal, miért is nem? Ne bolondozzon, Zip, ilyet még mondani se szabad. Ha sikerül eljutniuk Aviriába, ott talán nem lesz ilyen gondja. Talán igen, de ki tudja? Igaz, amit mondanak, hogy arrafelé a rovarokat is úgy kezelik, ahogy a többi állatot? Nem tudom, kedves, de az biztos, hogy jobb helyük lesz azoknak, a szép szárnyaknak, mint itt. Arra gondolok, hogy hetekkel ezelőtt éppen azon gondolkoztam, hogy levágatom őket. Gyere, ne is gondoljon! Tudja, hogy néznek rám, amiért még mindig megtartottam őket? Borzalmas. A legtöbben már gyerekkorukban megszabadulnak tőlük. Tényleg borzalmas. Csak azért, hogy jobban hasonlítsanak a rendes, a normális állatokra. Tudja, kedves, az a legundorítóbb az egészben, hogyha egymást kell gyűlölni, abban nagyon jók vagyunk. Főemlős az emlőst, madár a hüllőt, stb. És csak akkor vagyunk képesek egységbe gondolkodni, ha van valaki, akit még egymásnál is jobban gyűlölhetünk. Valaki, aki annyira más, mint mi, hogy félelmünkben inkább összefogunk ellene, ahelyett, hogy akár csak megpróbálnánk megérteni. Igen, azt hiszem, igaza van. De tudja, mi az? Ami ezen az egész szarságon felül áll? Micsoda? A szerelem, kedvesem. Szóval a legjobb, amit tehet, hogy elmegy innen, megkeresi az álmát. Tudja, ez a legegyszerűbb dolog a világon. Csak szeretni és szeretve lenni. A világ persze majdnem mindent megtesz, hogy ezt eltántorítsa. Hogy megrontsa és megtörje ezt. De magának ki kell tartania. Akármi is legyen. Akármi is legyen. Úgy. De mégis hogy szereted egy állat valaki olyat, amilyen én vagyok? Melinda, bár olyan normális és egyben különleges lehetnék, mint magácska. Hogyan, ne mondjon ilyet, Zip. Komolyan gondolom. No de, mit adhatok ezen a szép kora estén? A végén még vigyeregni fogunk itt, vagy micsoda? Mondja csak a szokásosat. Tudja mit? Ma valami különlegesre gondoltam, Zip, nézzük csak. Annyi mindent nem tudok még róla, és annyi mindent nem tud még rólam. Tudja mit, Zip? Legyen egy Grassmore kedvencem. Tényleg? Ritka választás, de örülök neki, mert ritkán is készítem. Szeretem kipróbálni az új dolgokat, és ma főleg bevállalós kedvembe vagyok. Ezt jó hallani, mert érkezik is. Köszönöm, Zip. Let's make something special. Na nézzük. Víz. Beletöltjük. Espresso lesz. Kávéval. Csésze kell nekünk. Kétszorás zabszalmapor, egyszorás kalamell, egyszorás cukor és félig kell megkevernem. Gondoltam volna, de ez fantasztikus volt. Maga nem tud hibázni, Zip. Ó, dehogy nem, ha tudnád, de azért köszönöm. Nem tesz semmit. Szóval, akkor irány a nagy világ. Csak úgy bele a vadvidékben. Há igen, már alig várom, Zip. Na azt elhiszem, kedves, és őszintén remélem, hogy minden jól fog alakulni, és nem lesz semmi baj. Baj? Miféle baj lehetne? Nincs semmi vesztenivalónk, csak egy rossz élet. Az pedig nem fog hiányozni. Tudja, réges-régen gyengeségnek tartottam az e-féle beszédet. Az örök optimizmust. És most? Irigylem önt. És sajnálom, hogy azzal ment el az
az egész életem, hogy nem bíztam sem másokban, sem magamban. Ó, Zip, ne mondja ezt! Az egész élet, hisz az még ön előtt áll. Kedves, hogy ezt mondja, de nekem kell, de nem kell. Minden esetre, most már nem kell, Zip. Remélem, hogy látjuk egymást, illetve biztos vagyok benne. Úgy legyen, kedvesem. Úgy legyen. Viszlát. Francba! Mr. Zip! Még egy miszter és kicsinál a kölyök. Csak vicceltem. Kissé feszült vagyok ma. Értem. Szóval sikerült kitalálnia valamit? Remélem, hogy igen, kölyök. Mindjárt el is mondom. Addig egy teát. Ó, igen, az nagyon jól esne, köszönöm. Nézzük csak. Félek a félre megy, amit tervezek. Igen, azt olvastuk. Egy legfeketébb étát kérnék, és ha lehet, bele egy kis szalmaport. Persze, semmi gond, nagy fiú, már érkezik is. Köszönöm. Let's make something special. Let's make something special. Bögre, fekete tea, karamell, csöpp méz, cukor és zabszalmapor. Na szóval, nézzük meg, elége egy. Jó, bögre, mondjuk a bögrébe, hát jó, bögre, bögrével kérnek, úgyhogy legyen több. Csak a fekete teát nyomunk bele. Aztán most jöhet a felszolgálás helyett karamell, méz, két cukor. És zabszalmapor. Yeah, that's the way you do it. Maga tényleg varázsló. Hát, ezt tartják rólam. A kávésámán. Szőrös mindenségit és a nagyvadakra. Ezt nem akartam hallani. Na figyelj, körök. Kölyök, a te feladatod nagyon egyszerű lesz. Figyelek. Elbújtatlak itt a konyhában, és addig egy mukosra szólalhatsz meg, amíg én nem íblak. Egy munkocse, értem. De nem viccelek, kölyök. Húzd meg magad. Nem jó semmihez, nem kell pisilni, nem vagy éhes. Lavítasz és vársz akár egy kísértet, amíg nem szólok. Vili. Igen, értettem. Meg lesz, Zip. Nagyon helyes. Egy barátom megpróbál segíteni egy másik, majdnem barátom segítségével, ha minden jól megy. Nem csak szabad utad lesz, hogy elhúzzatok ebből a városból, de még talán miket is sikerül kivonni a forgalomból. Úgy érti, meg akarja ölni, Zip? Mi? Dehogy is, illetve még nem bánnám, de egyszerűen nem az én stílusom, de te csak ne aggódj a részleteken, csak bízd ezt ide, oké? Lekötelezz, Zip, nem is tudom, mit mondhatnék. Előre ne hálálkodj, kölyök. Ez a kis tervem elég gyenge lábakon áll. Elég gyenge lábakon és egy spekulációnál. Szóval inkább irány be a konyhába, maradj kúsba, és ha bármilyen vallást űzöl, imádkozz. Én nem vagyok vallásos. Szőrös franc, nem ez a lényeg. Imádkozz és kész. Oké. Na és most nyomás. Hátra, mielőtt meglát valaki. A tervem egyik szereplője mindjárt itt lesz. Igen, Zip. Köszönöm, Zip. Már megyek is, Zip. Szőrösegek, mekkora egy isten barma ez is. Te istenek csapása! Hé, mi a probléma? Mit tettem már megint? Jó, semmi, csak keményen beletenyereltél. Hát igen, az szokásom. Na de adj valami cukrosat és erőset még, meg zabát is, mert ezt nem lehet így gyomorral. Akkora a kapás? De még mennyire? Na akkor regéld el, mivel szolgálatok? Csak óvatosan, öreg barátom, aki a kaptármocskába kutakodik. Könnyen ő is a részévé válhat. Volt már.
Ezúttal egy lángoló klóvírt kérek. Ez nagy slenger mostanában. Csodálod? Csepet sem. Aztán csinálj már nekem mellé egy kis kérdező kedvencét is. Szőrös egek, csak nem vagy beteg? Há, csak kicsit rosszalkodnak a belsőségeim, ennyi az egész. Nekem ennyi elég is, sőt még sok is. Let's make something special. Let's make something special. Bögrám, hosszúkámi eszpresszó, szórás kakaó, szórás fahéj, sárt whisky, félig megkevárva. Kakaó, fahéj, whisky, félig megkeverve. Yeah, that's the way you do it. Mesteri volt öregem, de tényleg. Szívesen és bármikor. Ez az egy, amihez értek az életben. Ne légy szigorú magadhoz, mosogatni is jól tudsz, azt hallottam. Kap be, oké. Let's make something special. Szóval, kérdezők kedvencem. Szalmakrumpli, saláta. Két adag szalmakrumpli és két levél saláta. Azt mondja, hogy olaj és vaj. És akkor oda a szalmakrumpli. Kétszórás só, kétszórás bors, kétszórás zöld fűszer, egyszórás fokhagyma, háromszórás szalmapor. Kétszórás só, kétszórás bors, kétszórás zöld fűszer. Elvileg ez így jó. Yeah, that's the way you do it. Még a cseprágom is bizsereg öregem. Hűha, és ez jó dolog. Mert hogy ne lenne az? Zseniális, amit műveltél. Fú, jó hallani, legközelebb elég is, ha ennyit közölsz. Szóval fokhagyma mi? Lehet, hogy lotoznom kéne. De mégis hogyan? Honnan tudtad? Amikor a legutóbb Mik egyedül volt itt, elköpte, hogy bármit tehetek a kajájára, csak azt nem. Ez szüget ütött a fejemben. Nem csodálom, hogy külön kihangsúlyozta Pajtikám, Mik ugyanis a forrásom szerint, aki pedig még soha nem tévedett, súlyosan allergiás rá. Mennyire súlyosan? Hát, nem halálos, de a fulladást, és ami még fontosabb... Ne csigázz már! Szörnyű hasmenést okoz. Ez az tökéletes, egy zseni vagy, Frank. Mégis mi a terved? Ez olyan egyszerű, hogy még terv meg se csúfolnám, de ettől szép. Csupa hallójárat vagyok. Emlékszel arra a hatalmas tehénre, aki Mikkel járkál? Sándor Rózsafalvi, na ne.
Nehéz lenne nem észrevenni, és ami azt illeti, nyomoztattam utána is. Itt bújtatom a konyhában. Hogy mi? Mededéket kért tőlem, szabadulna Migdal, de nem tud. Erre kijött a képbe, először te, aztán Mózes. Te ördögi szemétlakó, te! Egy rakás legyet egy csapásra, már elnézést a kifejezésért. Szóval leamortizálod Miket, aki éppen verőember nélkül maradt, a fiú megszökik, Mózes pedig elkapja maga tehetetlen majmot. És még te is kapsz már nyugalmas napot a kaptárba, anélkül, hogy a majom és a bandája cseszegetne, na? Nem is tudom, mit mondjak, Zip. Akár még működhet is, de annyi lyuk van rajta, mint amennyi rajtad. Meg ezen a csehol lesz, ha ez valósul el. De csak ne félts, vén a varlakó. Lehet, hogy csak időt nyerek, és csak elodázom az elkerületetlent. Ami nagyon is valószínű. De akkor is, megkapja ez a rohadék, amit érdemel. Ennyi erőből szimplán le is pufantatnád magad. Nem lesz szemtanú, csak az a marha a konyhádban. Tudod, hogy nem a stílusom? Már nem az, sőt. Ez még régen se volt. Oké, és ezt megértem, és figyelj csak. Igen. Jó látni, hogy megváltoztál. Ne, kussolj te vénga, Naitúró. Na de most te mesélj valamit, mi újság életed hölgyével? Hogyan hagyd már, Darla már a múlté, nem illettünk össze. A múlté? Két hete ő volt a világ, minden rovarok legcsodálatosabb királynője, akivel 100 lárvát akart elnemzeni. Igen, igen, de tudod, mégsem működött, bonyolult, viszont van egy nő, aki tényleg az igazi. Szőrösegek, mekkora egy szemét kujon vagy te? Nem, nem, ő komolyan az igazi, Nádja a neve, és az örök fényességre mondom, csak mondd, hogy nem egy ügyfeled megint, akinek lebuktattad a férjét. Hát, tudod, nem szokásom hazudni. Ezt nem hiszem el, nem terjedt még el a kaptárba, hogy minden ügyfeledre rászállsz? Hagy lógva, oké, egyszerűen... Nem tudok ellenállni a szegény megbántott, kisírt szemű asszonyoknak. Te beteg vagy. Kap be, öreg. Egyébként nem kéne amúgy már menned? Már itt van Mik. Vagy elsősorban néznéd a műsort? Itt leszek a környéken és figyelni fogok. Ha kellek, jövök is, csak sikkancsatok. De remélem nem mi fogunk sikítani. Ja, azt én is. Na viszlát, öregem. Várj csak egy pillanatot. Igen. Miért is hívnak téged félkarú Franknek, hisz még így is 3 karod van. Hát, nem is tudom. Talán ez még egy kis extra gonoszság az egészben. Hogy érted? Hát tudod, egy normális állat, ha elveszíti az egyik karját, félkarú lesz. Én pedig rovar vagyok, amire a gúny nevem minden rohadt alkalommal emlékeztet is. Aha, franc. Sose gondoltam bele így. Sajnálom. Hajd a fenébe, öreg, már megszoktam. Egyáltalán nem zavar. Itt amúgy is a megszoksz vagy megszoksz érvényesül. Itt a kaptárban. Bár azt hiszem mondhatom, hogy Chloe-re is igaz. Vagy az egész rohadt vadvidékre, nem igaz? Jól mondod, Zip. Jól mondod. Na de megyek is. Még látjuk egymást. You have returned. Jedi, köszi szépen a 2 teljes évet. Gratul az új badge-hez. Srácok, pörögjenek a szvegek Jedinek. Remélem, viszlát, Frank. Már csak pár perc. Bármikor itt lehet az a majom. Remélem van olyan beképzeltésie, hogy egyedül jöjjön. Mert ha nem, akkor bizony bajba leszünk. Annak idején még aféle barátok is voltunk, vagy valami olyasmi. Nem tudom, létezik-e igazi barátság egy bűnszervezetben. Szegény Jennynek, Jedinek senki se perget. Hát srácok, szomorú vagyok. Bekezdem a sort. Kellemes szép jó estét az úrnak. Hello, Mik. Egy kicsit reménykedtem azért, hogy idefele jövet, kitörted a nyakad. Mindig is bírtam a fanyar humorod, öregem. Na, akkor essünk túl rajta, vagy esetleg ennél valamit? Enni? Nem is tudom, inkább innék egy jó erős kávét, de valami igazán ütőset. Úgy érzem, ez egy üdős este lesz. Tényleg? De jó hallani. Ne spórolj a viszkivel, oké? Na de mégis, milyen legyen az a kávé? Na, mindjárt mondom is, egy pillanat, csak türelem, türelem, nem sietünk. Na oké.
Rohadt egy alak lett ez a Mick. Kár érte, valamikor még jó eszű fickónak tartottam. Na, kitaláltad? Legyen egy hobdog speciál a régi hobdogos idők emlékére. És tegyél bele jó sok viszkit is, oké? A jó sok az mégis mennyi még? Nem vagyok gondolatolvasó. Amennyit elbír a legnagyobb bögréd. Szőrösegek, legyél már kicsit önálló. Há, oké, öt lőtyint és viszki vettem. Hinnye, micsoda egy izgalmas estének nézünk elébe. Na de, öregem. Naha, rendesek itt az örömömben. Egy méterrel a talaj felett lebegek, hát nem látod? Ne csak nyugodj meg, pajtás. Ez lesz a te szerencse napod. Csak még nem tudsz róla. De először is, rögd ide azt a kávét, oké? Köszi szépen a tomboly és a sebát a pergetést. Köszi, köszi. Na, egy jó kis Hubdog special. Egyszórás fahéj, egyszórás macskagyökér, egyszórás húspor, háromszórás nátszukor, egy csöpp tej, két csöpp narancs, két csat viszki, jól megkeverve és még 8 viszki. Kezdjük a viszkivel. Tehát 10 sát viszki. Két csöpp narancs. Egy csöpp tej, háromszoros nátszukor, egyszoros húspor, egyszoros macska gyökér, egyszoros fahéj, és ennyi, elvileg. Nem lett megkeverve. A franc vinnél, srácok. 3 csillagot kaptunk erre. Kicsit kevés benne a viszki, de csak kicsit. Na, hát pazaroltunk egy csomó viszkit. Két csöpp narancs. Egy csöpp tej. 3 szórás nátszukor. Egy szórás húspor. Macska gyökérből is egy, fahéjból is egy, és most jól meg kell keverni. Yeah, that's the way you do it. Hoho, ez az. Jól esett? Egy kis viszkit még elbírt volna. Na persze. Szóval, egyben C.P.H. Murphy. Meg kell kérdeznem, hogyan is döntöttél? Mire kell neked az a hely, Mick? Tudod, egyszerű terjeszkedés.
Jól tudod, hogy megy ez? Kell nekünk szemünk mindenhol. Mindenütt. Ennyi. Egy erőd a kaptár és a város határában. Valami olyasmi. Azért a dolog ennél kicsit bonyolultabb. Tüzet akartok gyújtani odabent? Igazán? Virtuózom a tűztőzzét. Hisz jól tudod? Képletesen értettem, Mik. Hisz jól tudod. Na jó, látom, azt hiszed, átlátsz a szinten. Igen, lázadás lesz. Ez akkor is megtörténik, ha mi nem avatkozunk bele. És kell a hely, hogy tökéletes rálátásod legyen az eseményekre, anélkül, hogy benne lennél a kellős közepében. Nem is vagy te olyan nagyon hülye, Zip. Persze az se hit, hogy nagyon okos vagy. Ez csak fele az igazságnak, és annak is csak egy csonka fele. Oké, tudod mit, Mik? Csupa fül vagyok. Szarok a tervedre. Tényleg, nem érdekes, hogy tudod mit? Majd szétrepeszt a kíváncsiság címbora. Benne vagyok a buliban. Mi? Mondom, oké, üssük nyílbe az üzletet. Tényleg, csak így, semmi fenyegetőzésre nem lesz szükségem. Félek most nem. Belefáradtam ebbe az egészbe, Mik. Legyen, ahogy akarod. Én meg a suskából veszek egy új kocsit, és nekivágok a vadvilágnak. Hát ezt el se hiszem, Zip. Én komolyan azt hittem, tényleg megváltoztál, de lám, igazam lett, a vadállatok nem változnak. Szomorú, de bevallom, így van. No, akkor én elő is. Ne kapkodjunk, Mik. Hosszú még az este. Vendégem vagy valami kajára, na mit szólsz? Hadd főzzek egy utolsót itt a régi kis konyhámba. Végül is. Hát miért is ne? Ennyire azért én se vagyok őszívű. Kösz, öregem. Nem tesz semmit, pajtás. Na és, mit készítetek a leendő tulajnak? Lássuk csak. Húst hússal, elég jól hangzik. Tudod, ma olyan ragadozó hangulatomban vagyok. Hát jó, akkor egy húst hússal, valami extra óhaj? Semmi, semmi. Csak csináld úgy, ahogy a menübe van. Aha, okés. Let's make something special. Let's make something special. Ilyet már csináltunk. Úgy emlékszem, legalábbis. Szóval zsír és olaj. És még olaj. Kell kétszer virsli. Oda egy salátalevél. Oda meg majd két szelet kenyér. No! Saved. És kell egy löncs is. Löncs. Na, kétszorás só, egyszorás zöld fűszer, egy csöbb fűszeres olaj. Egyszorás zöld fűszer. És egy csöbb fűszeres olaj. Előbb dobjuk fel egy kicsit, mondjuk egy kis fokhagymával, oké? Okay?
Yeah, that's the way Benik. You do it. Mi a te mit? Ó, csak nincs valami baj, Mik. Rosszul vagy? Te mocskos, mocskos kis... Á, sajnálom, de nem értelek pontosan, mit is mondtál? Te kics. Sajnálom, tényleg nem értem. Hoppá. Majdnem félregyáltam. Na mi van, Pajti? Úgy elkerekedtek a szemeid. Kicsit egyébként eltúloztad a fokhagymát, de semmi gond. Nem bírom az ízét, de nincs vele különösebb bajom. De én... Fódoklás, heves hasmenés vagy hányás? Mi? Hogy? Jaj, Zip, öregem, olyan kis naív vagy. Szerinted miért híreztelem ezt a fokhagyma dolgot? Franz. Ezt a fogást még a jó öreg Besslertől tanultam. Dobd be nekik egy gyengeséget, amit azt hiszik kihasználhatnak. És nem látnak majd semmi mást. Nagyon elmés egy taktika, és a gyakorlatban jobban működik, mint hittem. Hát akkor lebuktam. Le bizony, pajtás. De tudod mit? Zsivány vagyok én is. Ha valaki, én aztán megértem. A helyedben pont ugyanezt tettem volna. De meg én, Zip pajtás, pont ugyanolyanok vagyunk. Nem vagyok olyan, mint te. Oho, dehogy nem, barátocskám. De még mennyire? Sőt. Na figyelj, elnézem neked ezt az egész bazári színjátékot. Sőt, még élveztem is. Valóban? Úgy bizony, de most már elég ebből. Átadod a hely kulcsát, és elhúzod a csíkot most. Úgy gondolod? Nem gondolom, Zip. Tudom, hogy így lesz, mert sok mindennek mondhatlak, de hülye az nem vagy. Ebben nem lennék olyan biztos. Hogy? Nem akarsz hülyeséget csinálni, ugye? Ha megteszem, az lesz életem legjózanabb döntése. Ugyan már, Zip. Láttam annak a nyomozó rókának, Mózesnek a kocsiját kint. Frank is így tolálkodik a közelben. Csak nem akarsz vénységedre börtönbe kerülni. Tudod, még sok mindenben igazad volt velem kapcsolatban, de egy valamit sohasem értettél. Talán a vadállatok nem tudnak gyökeresen megváltozni, talán minden, mindig lesz bennem rossz. Talán mindig önző és haszonleső leszek, igen. De ha van valami, amit megszeretek, azt nem engedem el, mert rohadt makacs vagyok. Ez csak egy helyzi. Egy kúszós út széli cserhó. Nem érdemes ölni érte, nem igaz? Ez a hely az egyetlen dolog, amin van. Ez a hely az egyetlen dolog, ami tényleg az enyém. Ez a hely az egyetlen dolog, ami jó bennem. Ha meghúzod a ravaszt, neked is véged. Ó, tényleg? Hát nem érdekel. Ne! Dur! Na mi van? Beszartál, öregem? Új lesepadtál, Mik, minden rendben? De mocskos! Á, megint nem értettelek rendesen. Szép jó estét az uraknak. Hello, srácok! Üdv mindenkinek! Milyen szépen összejöttünk, nem igaz? Amit, hogy... Szőrös egek. Én a világon semmit. Egyszer csak lefagyott. Én viszont pont kerestem magát, Mik. Elképesztő véletlen, hogy itt találkozunk. A kollégáim mindjárt itt is vannak önért. Te mocskos rohadt kis... Egy kávét, fiúk. Talán majd máskor, Zip, de köszönjük. Ezt akkor intézzük is. Helyes, csak tegyétek a dolgotokat. Ezért meg foglak ölni, te kis mocsok. Ó,
Fiúk, van itt még valami. Vigyázzip. A majó ember verő embere itt bújik a konyhába, egy füst alatt rögtön két gazembert is bevarhattok. Ne, igazából semmi. Köszi, hogy ilyen gyorsak voltatok. Második. Oké, nem tesz semmit, Zip. Na akkor viszlát, fiúk. Soha viszont nem látásra még. Rohadj meg, Zip. Neked is szép estét, öreg. Fiúk, viszlát, Zip. Köszönjük a segítséget. Hello, öregem, szép volt. Hú, ez nem volt semmi. Előjöhetsz, nagyfiú. Mr. Zip, maga egy isten. Szőrös tollas mindenségét, fiú. Semmi, mister. A másikat meg se hallottam. Az életemet mentette meg. Azért ne túlozzunk. Mik még nem került egy életre hűvösre? Az lehet, de mire kijön onnan, mi már a világ másik végén leszünk. Úgy legyen, fiú. Úgy legyen. Jó estét. Jó estét, kedves. A lovagja előállt. Melinda? Sándor. Egy kávét. Tehát esetleg? Ó, igen, nem akarunk illetlenek lenni, és egy kávé tényleg jól esne. Ne egyetértek. Egy éj sötét vágyak most nagyon jól esne. 3 extra nátszukorral, ha lehet. Csak természetes, kedves. Én egy vadító zöld szemek teát kérnék, 2 szórás szalmaporral. Már érkezik is. Let's make something special. Let's make something special. Na, skacok. Ez még lehet, hogy sok is amúgy egy kicsit. Yeah, that's the way you do it. Let's make something special. Zöld tea és fekete tea egyszerre. Fahéj! Egy fahéj, 2 macskagyökér, 2 nátszukor. Zip, nem tudunk kerékállásak lenni. Tényleg? Ugyan, hagyja csak Melinda. Magukat az ég is egymásnak teremtette. A nagy vadakra mondom. Örökké hálásak leszünk. Ne legyenek, inkább felejtsenek el. Felejtsék el ezt az egész kódszereit a várossal és a kaptárral együtt. Oké? Kezdjék tiszta lappal. A helyükben én is ezt tenném. Hát, miért nem teszi? Hogy? Miért nem száll fel egy vonatra, vagy a Cepenére? Vagy csak üljön be a kocsijába, és iránya végtelen? Ó, nem. Nekem már túl késő ez, és tudja, itt van ez a hely. Ez az én mindenem. Nem gondolja, hogy talán csak egy békjú, ami ide köti?
Tudja, kedves Melinda, lehet, hogy igaza van, de mégis úgy érzem, ez az én küldetésem. Még a koszos és szerény is. De maguk csak ne törődjenek velem, vén vagyok már és kopott. Ahogy mondtam, felejtsék el az egészet. Azt hiszem, tényleg az lenne a legjobb, de azért magára mindig jó szívvel emlékszünk majd vissza. Köszönöm, kedves, ez jól esik. Jó, de nem is akarjuk feltartani, Mr. Zip, és el kell érnünk a vonatot is. Hé, öcsi! Csak semmi, Mr. Neked csak Zip, oké? Oké, Zip, még egyszer, köszönjük! Minden jót magának! Viszont kívánom! Viszlát! Viszlát! Hát, elmentek. Elég nagy a csend. Ideje elmosogatni. Hát, minden jó, ha a vége jó, nem de? Már persze, attól függ, kinek jó. De azt hiszem, legalább nyugodtan fekszem el aludni. Tiszta, lelki ismerettel. És talán sikerül holnap jobb állatként felkelnem. Vagy nem. A harmadik nap véget ért. Szóval jó öreg, minket elkapták és bevitték. Nem tudom, mit tudnak kiszedni belőlem, de van egy ilyen rossz előérzetem, hogy nem lesz bent sokáig. Abba viszont biztos lehetek, hogy leszáll róla. Legalábbis egy időre. Frank tovább csinálja, amit mindig veszélyes helyeken kutakodik, és veszélyes titkokkal incselkedik, amíg végül el fogja veszíteni még egy kezét. Vagy a fejét. Melinda és Sandor elhajtottak a naplementébe. Mint egy szirupos mozifilm végén. A francban még meg is könnyeztem. Bár nem tudom, őket sirattam-e, vagy magamat. Damn, you're good. Fenn a jó szívedet, te vén poros szemét lakó. Mózes meg is kapta, amit meg akart. Meg nem is. Miket bevitték és kihallgatták, de... Végül semmit se tudtak rá bizonyítani. Szóval végül itt maradtam. Megint. Egyedül. Folytatom azt, amit eddig is csináltam. Békében élek. Főzöm a kávét. És most végre tettem valami olyasmit, amit nem kell elfelejteni. És, ahogy jó anyám mondta mindig, a kávé olyan, mint az életfiam. Keserű és sötét. De csak rajtad múlik, mennyire édesítenek. Good ending. Odaírták, hogy mennyi pusztultál. Mennyi kávé. Hát magyarok. És nem magyarok. És az öreg Mik természetesen. László Vincenzo Vince. Köszönjük, hogy játszottál a játékunkkal, a vadvilág tovább növekszik és bővül. Nem sokára ott találkozunk. Mi is a vadvilág? Kattints a lokóra! Ez jóféle volt, srácok. Várom a Chicken Police 2-t.
majd meséljetek a Bad Endingről is. Nekem ez a game ennyi volt. Vannak itt ilyen képek is, amiket meg lehet nézni. És vannak lezárt képek is. Meg mit? Természetesen.